A mesterséges intelligenciát szabályozó testület felállítását javasolta az ENSZ főtitkára António Guterres. Hétfői sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy visszaélnek a digitális platformokkal, amely alkalmas az emberek félretájékoztatására és a gyűlölet terjesztésére, ez pedig a szervezet munkáját is megnehezíti. A mesterséges intelligenciát szabályozó testület felállítását javasolta az ENSZ főtitkára António Guterres hétfői sajtótájékoztatóján. Bejelentette, hogy még az idén megalapíthatnak egy szervezetet, amely rendszeresen felülvizsgálja majd a mesterséges intelligenciát érintő kormányzati intézkedéseket és javaslatokat tesz a mesterséges intelligencia szabályozására. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az emberi jogok, a magánélet és a biztonság megvédése fontos ügyek. A dezinformáció ellen küzdelemben viszont nem csak az államoknak, de a technológiát fejlesztő cégeknek és a hirdetőknek is szerepet kell vállalniuk. A tény, hogy a mesterséges intelligencia katasztrófát eredményezhet a jövőben, nem vonhatja el a figyelmünket arról, ami napjainkban történik a digitális világban, ami ahhoz járul hozzá, hogy embereket ölnek meg, hogy sérülnek az emberi jogok, hogy a magánéletünket teljesen tönkreteszi, és hogy az adatok fölött, amiket mi hozunk létre, teljesen elveszíthetjük az ellenőrzést. Guterres kifejtette, hogy a digitális platformokkal visszaélnek, ami alkalmas az emberek félretájékoztatására és a gyűlölet terjesztésére. Az ENSZ békefenntartó missziói és a humanitárius segélyműveletük is célponttá vált, ami még veszélyesebbé tette a munkájukat. Szerinte ez az aktuális globális fenyegetés összehangolt globális fellépést igényel.